Lászlónak ez az első kiállítása itt Veszprémben, és mint általában a retrospektív gyűjteményes kiállítások, ez is jelent egyfajta összegzést, a látogatóknak természetesen meglepetés, a művésznek magának pedig egy ilyen önreflekciós inspirálást is ad egy bemutatkozás. 60 plusz 1 a kiállítás címe, mert amik itt láthatók, ez egyrészt a 60 év, elmúlt 60 év termései, és plusz az az egy év termése, amely már ebben az új csapásirányban a frottás technikában kiteljesedő munkák egyéves termése. Azért ilyen sokrétű az, amit csináltam, mert amikor már szabadon dolgozhattam, nem voltak korlátaim, nem volt anyagi kényszer, hogy olyat csináljak, ami másnak megfelel, hanem ami magamnak legfőképpen. És bepróbálkoztam sok minden műfajban, az Ákosék, a látványtár kapcsán, mert több olyan megbízást kaptam, amit soha előtte nem csináltam, akár egy dobozmű esetében, vagy plasztika esetében, kollázsok esetében. Én előtte nem foglalkoztam ilyesmikkel. Ez egy nagyon erős inspirációt adott nekem. Ez egy dohányzás történeti kiállításra készült. Ákosnak adtam ezt a dobozt. Csak úgy gyűjtögett mindenfélét, és visszahozta, illetve el se vitte, azt mondta, inkább itt hagyom, csináljuk bele neki valami dohányzás történeti kiállítású. Hát ez sikerült belőle. Ez egy ólombetűket tartalmazó kis láda, nyomdában használták, kiúszható, és ólombetűk voltak benne sorba. Azért vannak bent ezek a kis apró rekeszek. Vannak ilyen korai portrék, nagyon jó karakterizáló készséget és pszichológiai érzéket mutatnak ezek a portrék. Ott van például a nagyanyám portréja, ahol fontos egyrészt a környezet is, ami egy életet is szimbolizál valamilyen szinten, ahol minden rendben van mindig, és az attribútum sem elhanyagolandó, a kezében a virág, ami tükröződik kép a képben motivum az ablakban. Ő a nagymamám. Nagyon szerettük, mind a mai napig, igen mély tisztelettel van az egész család. A gyerekkorom legszebb évei odafűződnek az ők is falusi parasztházához, Balatonerécsen az öreg hegy alatt volt a háza, itt a háza előtt 60-valahány éves korában készült ez a festmény. Ez az Istvánka betegsége, ez egy nagyon korai kép, nagyon szerettem ezt a munkát, azért is maradt meg olyan sokáig nálam. Az érdekessége, hogy miért itt van, mert a nagymamámnak is volt egy Pistike nevű kis fia, aki nagyon fiatalon meghalt. Azt hiszem, hogy rákbetegségben szintén. De nem ő, az ő története ihlette ezt a képet. Ez valahol belülről meg kellett festenem, nem tudom, hogy miért. Ez úgy készült, hogy csak úgy elkezdtem egy figurát festeni.
És kezdte magát hagyni, ilyenni, lenni. Érdekes dolog. Amikor én a fejével elkészültem, akkor már tudtam, hogy lesz a kezében egy repülő is, és már akkor kialakult a gondolati tartalma. Tehát együtt készült a kép, meg a gondolat tulajdonképpen is fejlődött és érett képpé. Számomra a legizgalmasabbak a frottázsok, ezek a dörzsölések, ugye, amelyeknek vannak Tészabó László specifikumai. Egyrészt a méret, másrészt a színesség. Ez egy olyan területe a technikai sokszínűségnek, amíg igazából még nem lett kihasználva. Tehát ez egy olyan szűz terület, mint ha elmennék egy gyönyörű vidékre, amíg soha nem jártam, de más sem. Egy kicsit így érzem most magam ezen a területen, mert itt nincsenek kitaposott ösvények, nincsenek akadályok, nem botlok senkibe. Itt olyan szabadsággal kalandozhatok, elég vegyes is a frottázsok arculata most még, meg a tartalmi mondani valója is, pont ez miatt, mert most még élvezkedem ebben a szűz területben. A frottázsnál úgy éreztem, hogy volt egy nagy útkeresés, mert rájött a Tészabó, hogy ha a véletlent, ami 20. században olyan fontos nagyon sokszor a művészetnél, hogyha ezt egy kicsit befolyásolja, hogy nem annyira véletlen lesz a véletlen, amikor egy ilyet készít, tehát eleve az alap, amit csinál, az mindinkább átgondolt és megkonstruált és kigondolt, akkor az azért az ő művészi attitűdjét és mondani valóját is képviseli. Hogyha mondjuk nézzük az emblematikus képét ennek a kiállításnak, ezt a Souvenir VA-nak képet, ami a bizonyos egyiptomhólus szem, az Isten szeme, a Buddha világszeme, stb. És itt, ha jobban megnézzük ezt a képet, minthogyha egy kúpköpeny részletét látnánk megvilágítva, és a barázdák árkok, itt ezeket a sugarakat képviselik háttéreként ennek a bizonyos szemnek, és még egy érdekes fricska vonulat, hogy a vízszintes horizontális szem mögött ott van egy vertikális másik szem is szilvamok formában. Nagyon jó ötlet volt ezt választani a kiállítás emblematikus képének, úgy érzem. Van itt egy-két próbálkozás csendéletvilágában, a térvilágában, egy kicsit az absztrakció világában is. A perspektíváját is megpróbáltam talán ennek a lehetőségnek egy kicsit ábrázolni egy ilyen térkép című munkában, hogy ez a technika tulajdonképpen végtelen lehetőségeket hordoz magába. Nem látom a végét még én magam sem a dolgoknak, mint ahogy abban a kis flottásban is. Ez egy nagyon fontos munka nekem, és erre a kiállításra való készülődésemnek úgy gondolom egy nagyon szép befejező darabja és lezáró darabja. Folytatom majd innen tovább.